tudjuk az egészségügy finanszírozását, milyen, olyan, amilyen, és ezért nekünk ehhez valamiképpen segíteni kell, vagy hozzá kell járulni. Aztán nem tudom, Főorvos úr mondta, ez azért nagyon fontos ez a készülék, mert ez a gyerekre is ugyanúgy jól használható, illetve a felnőttre is ugyanúgy használható. Én mikor beléptem, akkor azt mondtam, hogy jó, de jó lenne, ha nem kellene használni, mert ebben az esetben nem lenne akut szint megállás, hát mindenképp kell használni. Előbb beszélgetünk a főorvosoddal, hogy de jó lenne, ha minden, ha nem is szó szerint rendelőt mondok, hanem minden rendelő csoportot, hiszen itt van Győrben több olyan házi orvosi rendelő csoport, például a Tihanyi Árpád útra gondolunk, de az itt föntiekre gondolunk, vagy gondolunk a belvárosi Pátyi utcában, hogyha ezeket el tudnánk látni ilyenekkel. Én ígéretet teszek arra, hogy az elkövetkezendő időszakban, és azért soha ne egy hónapra gondolkodjunk, elkövetkezendő időszakban anyagi lehetőségeink függvényében minden ilyen rendelő bázis, vagy ahol több rendelő van, el fogunk ilyennel látni. Főorvos, hogy nem említette, persze van egy ilyen készülék, és ez nagyon jó ez a készülék, de azért ehhez az orvosoknak is kell hozzáérteni, függetlenül attól, hogy a készülék kiírja, hogy mit kell csinálni a következő lépésben, ez akkor van, hogyha valami laikus próbálja meg, mert nincs a közelben orvos, de azért azt tudni kell, hogy az orvosainknak kell egy tanfolyamot elvégezni, ezt a tanfolyamot úgy tudom, hogy a Non-Profit Kft. A mentősökkel együtt szervez, hiszen őnekik van a legnagyobb akaratok, és úgy tudom, hogy anyagilag is támogatja ennek a tanfolyamnak az elvégzését.